My name is Alex Hunter. You don't know me, but believe me, you soon will. Alex kalandjai, 7. rész, és mutatom a táblázatot. A Norwich City közvetlen üldözői vagyunk, az Aston Villa pedig a miénk. Szóval elég érdekes bajnokság lesz. Újabb tréningek következnek, és utána pedig újabb bajnoki meccs. Ugye most hát úgy tűnik, hogy a kezdő 11-be elég jól belásta magát Alex, és nem is akarok itt nagyon foglalkozni továbbiakban az edzésekkel. Szerintem ezeket pörgessük, hát most már így is már volt ezelőtt 6 rész, és mindenki látta, hogy milyen edzések vannak, hogyan is lehet fejlődni a játékosunkkal. Inkább nézzük a sztorit, nézzük a meccseket, és egyből egy rangadó jön, ez pedig a Norwich City elleni meccs. Oppa, és közvetlen csatár Hunter. Hát ez egy érdekes meccs lesz. Érdemes egyébként néha-néha figyelni itt, hogy miket írogatnak a többiek, mert hát a Liverpool 2-0-ás vereséget szenvedett, és hát megkérdezte itt Walker is, hogy hogy érzem magam. Anyuc írt, hogy mi jó, hogy nyertünk. Williams írt, hogy Liverpool nem volt valami jó formában. Lehetséges, hogy ők hiányolnak téged, Alex. És Bill Mann írja, hogy Alex a kezdő 11-ben van, ahol lennie kell nagybetűkkel. Szóval igen, és Taylor is, ugye a játékos megfigyelő is hát jelzi, hogy Alex ott van a Newcastle kezdő 11-ében a Norwich City elleni rangadón, amit azért hangsúlyozunk, hogy ez egy kibaszott nagy rangadó. És hát jó úton halad Alex felé, hogy igazán profi játékos legyen. Ezt a meccset pedig nagyon jó lenne megnyerni, hiszen akkor az első helyen lehetne a Newcastle. Na nézzük! Norwich City-t azért jó lenne tényleg megnyerni. És egyből egy labdaszerzés. Norwich viszont visszaszerezte. Opa-opa! Eléggé azért komolyan indul a meccs, úgy tűnik, oké. Okay. Így is kell, mi vagyunk a hazai pályán. Nem szabad itt szarozni, ez az, oké, és lehet is menni egyből. Lényeg az, srácok, hogy kikapni 6 pontos mérkőzésen nem szabad, semmiképpen sem. Szóval a legrosszabb esetben is maximum egy döntetlen az, ami így elfogadható. Mert vereség esetén nem az van, hogy megközelítjük, esetleg megelőzik a Norwich City-t. Vagy pedig az, hogy minden marad az eddigi kerékvárásban, hanem az lesz akkor... Hunter gól! Hunter gól! Alex Hunter betalál! 1-0! Gyönyörű megmozdulás, gyönyörű passz, és végre eltalálja a kaput a srác. Na szóval akkor ugye az lenne, hogy Norwich 5 pontos előre tesz szert. Hát hogyha ez így marad, akkor nem fog. Hunter már is betalál. Vezet a Newcastle United 1-0-ra. Hunter góljával. Na, közben Newcastle szurkolóktól hallani volt, hogy Hunter. Tetszik nekik a srác. 8. percben már is vezet a Newcastle. Azaz, erről van szó, gyerünk! Jó lehet. Nem, mégsem. He's coming forward with some danger. Well, this is how this team can play sustained attacking football, but when they lose it as they've done now, it's just a risk they might get caught out. Hunter. Tovább egyből. Baszki, nem sikerült Ricci, a francba tenni, neked jobban is megy. Good football between these two. Nice passing. Yusuf Malumbo. Amiobi. Williams. Az is jó. Oké. Okay. Jó lehet.
Jó, tovább, egyből. Ott a lehetőség, Edlin, lőd! És gól! És bepattant! És ott van a második gól. Szerencsés gól Jedlin találatából. Már 2-0 vezet a Newcastle rangadón. Ez az, baby. Ment itt a passzolgatás. Hát igen, ez egy szerencsés találat. Nem baj, találat az találat. Jedlin góljával. 2-0 a 19. percben. Na, mennyivel másabb egy olyan csapat ele játszani, amelyik támad és néha kinyitja a védelmét. Pontosan az az, ami kell. Hát igen, ez egy igazán közönség szórakoztató meccs. A Newcastle szurkolók énekelnek, tapsolnak, minden. Közben pánik. Jó, próbáljuk meg így. Jó, Hunter. Jaj, Istenem, hát ez nagyon rossz volt, Hunter. Utol kell ott érni a játékost. Az utolérés sikerül, csak hát a labdát se át ilyenkor megszerezni, ugye? Jó. Most megint jöhetne egy kontra. Hát túl lassú voltam. Hunter, jó, ki a szélre, így van. Oh! Hát nagyon szép lett volna, ha az a labda ott eljut, de hát azért Norwich is már meggyárta a Premier League-et, azért ez sem egy olyan csapat, amiket félváról lehetne venni, ugye? Azt gondoltam, hogy hittem, hogy pánik gomb lesz ebből, de nem. Nem hiszem, hogy a gép folyamatosan átver ezekkel. Szép. Jó, ez viszont most nekem jött össze. Oh. Nem szabad engedni? Jó. Hát Csonk János is. Ugye szoktam mondani 2-0-nál, hogy a legveszélyesebb eredmény. Hát én nem bizakodok el. No! William, gyerünk! Most kell megtolni. Így van, Williams, gyönyörű. Gyönyörű. Kapus nem jön ki, de Williams berúgja. Szép volt, hát ez William érdeme. Ő is betalál. Óriási futballünnep van. Ott van Hunter is. Adja a pacsit, William, szép volt. Lehet örülni, és van most minek örülni. 3-0-ra vezet a Liverpool. Vagy Liverpool? Hát hozzászoktam. A Newcastle a közvetlen rivális Norwich City ellen. Egy egyértelmű kontra. Hát igen, Danny Williams. Na, Csank Jani bárre mit mond? 3-0 még veszélyesebb. Hoppa, Hunter közben buktatott. Szabálytalanság. Hát, 43. percén. Én most nem hiszem, hogy itt ebből itt már valami probléma lehetne. Közben Hunter. Jó, megtartottuk. Így van, ez a lényeg. 3-0-nál már bőven jó ezt játszani. És itt pedig a pánik felszabadítás. Cole úton Hunter, mint hogyha pályán se lenne, baszki, semmi nem jön össze. De nem baj. Egyelőre örüljünk, mert ez most itt egy olyan eredmény, amit nem kell magyarázni. Danny Williams is betalált. Hunter is betalált. Úgy tűnik, hogy a győzelem is meg lesz. És ráadásul mindezt egy olyan mérkőzésen, ahol igazából 6 pont a tét.
És behez Hiszoku. Majdnem, Tioti. Sokan éger, tényleg keverem őket. Aj. Elengedtem a sprintet egy pillanatra, és így meg se lett már a labda. Hoppa, hoppa, hoppa. Hát ugyanúgy a Norwich dob. I did think that this would be one of the tightest games we've seen, Alan, but it's extraordinary. Ja, mondja már itt a kommentár is, hogy azt gondolta, hogy itt az egyik legszorosabb mérkőzés lesz a fordulóban. Hát eléggé nagyobb tévedet itt tűnik. De persze még nincsen vége a mérkőzések, tehát lehet ez még 4-3 is. Főleg, hogyha a magyar csapattal játszanánk az Európa Ligában, akkor még mindig lenne mitől félni, mert ugye még a 4-3 is elő szokott fordulni, ilyen 3-0-ról, 3-1-ről is akár. De nem hiszem, hogy most itt velem előfordul, hogy a Norwich City még itt 4-et bebombázzon ebben a félidőben. De ezek után most még, hogyha 3-at kapnék és döntetlen lenne a mérkőzés, hát az is eléggé szomorú lenne, mert ez itt már ez egy nyert meccs, srácok, ez egyértelmű. Anita pedig a labdával, és kipattan, és vissza kéne az egyből jutatni. Ah, és nem jött össze még szögletre sem. Hunter közben labdaszerzés, és nem jön össze. Vannak jó megmozdulásai amúgy a Norwichnak, érződik amúgy, hogy nem egy rossz csapat. De hát ezt innen már nem kéne. Sziszokó közben feljön, ami egy jó hír. Ő egyértelműen erősítés. Szép kapusé, így van. És egyből ki? Hunternek, aki tovább fejeli, vagy nem. Na, lesz itt valami? Még itt meggyanúsított a bíró, hogy szabálytalan vagyok, hát... Lelki rajta. Ajaj. Uff! Hát igen, ahogyan mondtam, hogy a Norwich nem egy rossz csapat. Pánik gombot kell nyomkodni, baszki. És nem játszanak rosszul, hát ezt most bizonyították, óriási nagy kapufát lőttek, és nem semmi, hogy így hajtanak, basszus, még itt 3-0-ás Newcastle vezetés esetén, és hát Hunter közben kapott a sárga lapot, ez eléggé visszavetette az értékelését. Próbálkozik azért igen a Norwich. De pont ezért talán megnyitják a védelmüket. És talán át tudom majd játszani azt. Méghozzá valahogyan így. Sziszokó. Ebből lehetőséget kell csinálni. Sziszokóban mi történt? Komolyan mondom, amennyit fekszik mostanában a csávó. Hunter egy dövés távolról. Nem volt rossz. Megmutattuk azt, hogy a pályán vagyunk. És egyébként, srácok, kaptam egy kérdést, hogy végigjátszom-e. Tehát, hogy ez a teljes sztori benne lesz-e így a végigjátszásban. Vagyis hát az Alex kalandjaiban nem egy olyan sorozat lesz, ami ugye egyszer csak így elkezdődött, aztán abban marad. Mert hát sok olyan sorozat van így a YouTube-on, sokan így nekiálltak ennek a story módozgatásnak, aztán egyszer csak így abban marad nekik. Szóval én azért itt most ezennel megerősítem, hogy igen, végig fogom játszani a sorozatot, addig nem lesz vége a sorozatnak. Ameddig legalább a FIFA 17-es
story módot be nem fejezem, és videó nem készül róla. Aztán, hogy a 18-asban mikor fogom folytatni a kalandot, azt még nem tudom. Lehetőleg ugye minél előbb. Lesz egy, tehát megjelenés előtt pár nappal én már kipróbáltam majd a játékot, és lehet, hogy akkor belenézik majd a story módba is. Sőt, 100%. És addig valahogyan nekem végeznem kellene itt a FIFA 17-es story móddal. Szóval, ja, rajta vagyok, srácok, igen. Mint ahogyan ezen a győzelmen is. Itt van a 90. perc, hát a második fél időben már nem sikerült gólt lőni. Volt pár lehetőség. De nem jött össze semmi. Norwich azért bizonyította, hogy azért igen, eléggé masszív a védelmük. És hát azért a jó szerencsé is kellett ahhoz, hogy hármat kapjanak egy fél idő alatt. A szép! Ott még Hunter üresen volt, neki lehetett volna passzolni, és ez eléggé király lett volna, de így is jó, így is jó. Szuper! 3-0-ra a Norwich City-t. Egy kiúzanyító pofont kaptak. Abból, hogy itt viszont... Ja, hát nem örül az edző annak, hogy kaptam egy sárgát, tehát úristen, kit érdekel, basszus, 3-0-ra vertük a közvetlen riválist. És most interjú. 17 éves vagy csak, és már is megszerezted az első góldat a ligában. Hogy értékelnéd? Ja, szinte hihetetlen, hogy a labda a hálóban jutott ki. Nagyon örülök. Nagyon jó formában vagy, mi a kulcsa a sikeres szereplésednek? Hát az, hogy... hogy nagyon jó játékosokkal játszik együtt, és már abból is tanul, hogyha csak figyeli őket. Hát jó. Szereztél sárga lapot is. Hogy értékelnéd ezt? Well, I don't think I would have gone down if it were reversed. Some players go down easier than others. We all know that. But ja, nem érzi úgy, hogy a sárga lap megérdemelt volt pára, mint hogyha könnyebben leesnének, mint ha, hogy kellene, de hát ez van, haladni kell tovább, és megköszönték az interjút, és igazából ennyi. 92 percet játszott Alex, és látom, bónusz is kapunk ahhoz, akkor, hogyha a gólt lövünk, tehát itt tök jó, gyűjtjük a pénzt. Hát az, hogy most egy picit tüzesebbek vagyunk, és néha, hogy az edzőnek ez nem tetszik, azt leszarom. Kellenek a követők. Hát azért fullba sosem nyomjuk a kretént, ez egyértelmű. És 67. Yes man, 67-es értékelés, köszi! Ideje volt már, és még 2 skill pont is. Na jó, van, haladjunk tovább a megkezdett úton, én azt mondom. Most, hát nem is tudom, mit kellene. Crossing, pass. Ezt is még lehet tovább. Nem. Shooting, hát jó. Tovább. Na, lesz még itt valami jó kis klip? Nem. Hát akkor még tovább. Vagy nézzük meg, miket írtak. Következő meccsünk a Leeds United ellen lesz idegenben, ami megint csak egy jó meccs lesz. Hát igen, itt írják, hogy Alex góljával bebiztosította a helyét a következő mérkőzésen is. West Bromwich ellen x-elt a Liverpool, megint nem jött nekik ki a lépés. Ja, itt írogatják, hogy Liverpoolnak jó lett volna még pár gól itt a West Bromwich ellen, lehet, hogy hiányzik nekik Alex. Meg írják, hogy 3-0 volt a Newcastle győzelme Alexel a csapatban. És Gareth Walker is írt nekünk, hogy gratulál. Na jó, van, menjünk tovább.
ez pedig egy kupameccs lesz. Na gyerünk, Leeds! Jöhet a meccs. Hunter újra kezdő természetesen. Elfel kupa. Micsoda! Hát azért, ja, pont rossz ez a kamera. Operatőr nem tudom, hogy van, hogy érzi magát. És ajkak voltak ott, ez igen, mint az első Tomb Raider játékokban. Na gyerünk, Leeds United! Ezt az EFL kupát egyébként a Manchester-es karrieremben megnyertem. Jaj, de rossz passz volt, úristen. Newcastle United's lineup. The kind of players that we expect, the kind of performances we expect from the individuals. Így van, és ott van Hunter, és lehet indítani. Anita, fuss! Baszki! Hát ez szép volt. Liam Bricka. Now they've got a chance in this part of the pitch. Good through pass. Cross coming in now. And it's the goalkeeper's ball, quite clearly a wasted cross. Tovább már, basszus hát. Away from him with the tackle. Liam Bricka. It's looking good, this move. Keeps it going well. He's had a go here. És már is eltelt 13 perc, basszus. Na Hunter. De gyönyörűen vette le a labdát az a srác. Hát igen, Leeds United azért nem egy gyenge csapat, ez egyértelmű. Mert azért nyilván itt is van a technikás játékosok. Hát védelmük egyben van. Komolyan mondom. Semmi nem tudok csinálni ellenük eddig. És még egy felső léc is. Na jó van, össze kell kapni már magunkat, mert ebből itt csúnya kiesés is lehet. Mondjuk a kupát annyira, nem tudom, nem foglalkozott engem annyira ez a kupa. Tudom, hogy egyébként nagyon kevés lóvét lehet vele nyerni, meg igazából ezt úgy gondolom, hogy ez arra lesz csak jó, hogy több játék lehetőséget kapjak, de hát így, hogy kezdő vagyok, így minek a több játék lehetőség. Néha pihenni is kéne, meg csajozni, budizni, szórakozni, költeni a lóvét, amit keresek. Viszont, hogy elnézem, a nagy keret játszik itt a kupa meccsen is most. Hát reméltem, hogy nem fog ítélni semmit se a bíró ezután. Hát az a gond, basszus, hogy tényleg Leeds most annyira jól beállt itt védekezni, és még a kontráik is egész jól összejönnek. Nem tudok átmenni ezen a falon. Hát reméltem, hogy ezután azért valamit fúj, bírósportás. Na Hunter, mutasd meg, minthogyha a táblákat rúgdosnál. Amúgy nem, semmi nem lenne bőle, mert nagyon szabad rúgása, szóval lepasszoljuk vissza. Ja, nem is Hunter volt ott. Távoli lövés, gyenge volt nagyon. Getting the details about that injury is Jeff Shreve. Jeff. Physio's up on the touchline keeping an eye on him as he went over on his ankle. Looks like he's going to be okay. Jeff Shreve is our man keeping an eye on the benches. Liam Bricka. Megsérült játékosunkról kaptunk infót egyébként.
szakkommentátoroktól méghozzá azt, hogy már minden rendben van vele, és nincsen komoly baj. Here's a chance to attack. Well, this is how this team can play. Sustained attacking football, but when they lose it, bassza meg, hát. It's just a risk that they might get caught out. Saw the goal and went for it. Kapu szemmel véd. Tried to tackle here and he's done that. És megint egy kapufa. Hát jó, én meg még nem csináltam semmit kb. Ideje lenne mi? Alex Hunter. És elfut a labda elől. Ti van? Was good progress with this attack. Fourth official has indicated three more minutes. És 3 perc hosszabbítás még így az első fél időben. Na Alex, 3 az 1-ben. Az is jó, ott a szél. Amaobi. Ott a beadás. Hát esélytelen volt. Ez pici emberkével ott, 2 ember közül. Na mindegy, 0-0-ra meg volt így az első fél idő. Hát igazából olyan téren szerencsém lehet, hogy az emberim nagyon nem dolgozták meg magukat. Ezért lehet, hogy az állóképességem jobb, mint a Leeds United játékosai. Ez viszont nem tudom, hogy milyen passz volt. No, de nem... Jó, Riami, egyértelmű, tényleg szabálytalan volt, francban. Hayden végül lejött, ugye ő volt az, aki sérülés szenvedett, és bejött Tioti a helyére. Ez pedig szintén szabálytalan volt, hát most komolyan! Enyém, így van. Jó, hogy ez a spori volt. Még azt hittem Newcastle játékos. Na, Hunter labdaszerzés és egy jó passz. Az is jó. Jó, gyönyörű akció, Tioti. És hova lövött Tioti a kurva? Ja, védőben megakadt a labda, így azért már más. Aha, de jó lenne, hogyha tudnám valakinek passzolni. Micsoda, honnan jött ez az ember? Baszki, ezt a hülyét, miért passzolt rá ott? Miért így? Meg ezt én miért így? Rohadtul nem így gondoltam. I'm going to perhaps gamble on that working for them now. Liam Brickup. Sip. The boss, mate. Nah, nah, nah. Hold on. Well here. Defender to it first. Ooh, yay. Matt Ritchie. Tudom, hogy sokat jajgatok most, srácok, de hát... Ez a mérkőzés sokkal, de sokkal nehezebb, mint gondoltam volna. Főleg így, hogy az égvilágon semmi nem akar összejönni. Nézzétek meg! Na, végre! Szabadrúgáshoz jutott, jó. Cserélt a Leeds, nekem is kéne amúgy. A Williams feljött. Nem játszott Williams, miért? Tovább már! Ott van Hunter! Hunter! Lőd! Baszki, pedig még tartottam is a labdát, hogy egy picit leölel, még vigye is. Ó, és nem tudja berúgni. Goes for it with a fist.
Kösz. Szép ide passzolt ezt nekem az ellenfél. Aztán pedig jól visszaveszi. Mi a franc? Hát ez aztán tényleg agresszív volt. 75. perc. Lehet megint 11-esek lesznek. Végig melyik döntetlenek kell a döntőig, aztán megnyerem a kupát. Ó, nem volt rossz az elgondolás. Az úgy jó. Ott is van Hunter, de nem, nincs. Inkább ne legyen ott így. Jaj, barátok, bocsi. Megálltott a szesz. Ricsi megint. Na, még egy jó 10 perc. Nincs innen hova menni. Na, Newcastle is végre cserél. Hát, haver az ideje volt. Na, mi nem passzoltad le, Hunter? Lehet, hogy Hunter jön le amúgy. Nem. Jó. Lőd már el! És mellé! Jaj, bal lábas, rohadt életben. Szép. Na, itt elmenni azért az nem lett volna semmi így. És a Leeds most, nem tudom, húzza az időt. Lehet, hogy egy utolsó kontrára építkeznek mi. Hunter, legyen meg a labda, nincs meg, bassza meg. Egyértelmű volt, barátom. 3 perc hosszabbítás, hát az már letelt. Jó, hát megint hosszabbítás. Hát kísérletiesen hasonlít ez a rész az előzőre. Jó, átvert, úristen. Na, legyen már meg az a labda. És megvan. Közben kaptam a negatív értékeléseket, amikor ez egy jó férfias küzdelem volt. Na, Hunter! Befelé a csel! Hé! Ilyen és semmi. Jó! Az is jó! Lőd el! Tioté, bazd meg! Esküszön azon, sávon megy el a meccs. 2 zicser kiadjott már. Itt az nem volt semmi. Jó, mondjuk szemből neki mentem. Tovább, jó. Még tovább, és nem jut el. Nincs lesz, barátom. No! Spori, ez viszont sárga. Egész jól amúgy ő. Hunter megint oda megy pofázni. Nem értem egyszerűen a csávót, hogy mi értelme van itt még dumálni mellé. Dúr! Szöglet. Hát ugye az első félidő az egyértelműen a Leeds-é volt. A második félidő meg szerintem még a hosszabbítás is már inkább a Newcastle felé húz. És tényleg pont, valószínű pont azért, amit mondtam, hogy az első fél időben én alig csináltam valamit, épp ezért állóképességet tekintve. Állóképességet tekintve talán jobb vagyok. Na, újra van kamera, srácok. Egyszer csak gondoltam magát és megállt. Na, meg pont akcióban vagyok. Jó. Oké, és Amaobi egyből be középre Hunternek. Szögletre? Nem, arra sem. Oké, és megyünk tovább.
here we go with the second period of extra time. Danny Williams. Brilliant football from this team. Here's Williams. Elég net. Oh, lefölé. Hát férfias küzdelem amúgy, ami a pályán van. Mindkét csapat azért eléggé masszívan próbálkozik. De hát nagyon benne van a pakliban, hogy itt megint csak 11-esek lesznek. Ez az. Jamiz. Jó. Mindig van egy védőjük, aki pontosan ott van, ahol lennie kell. Jól helyezkednek. Megint látjátok, hát ez az. Ó, basszus, és egyszerűen nem jönnek össze ezek a passzok. Nem tudom, hány ilyen sikertelen passzom volt, de biztosan rengeteg. Nem egy Xavi, az biztos a srác. A Leeds totál meg van zavarodva, tehát ezt ki kellene használni már igazán. Fölrúgják meg minden. Jó, az lehetőség, és az gól. Ki ez a csávó? Megnyeri a mérkőzést nekünk. Jó a helyezkedés, jól kapja a labdát, egyből lövi, bár szerencsétlen mozdulatnak tűnik ez is, Diame. Elég érdekes, egy lövés volt, bevánszorgott a labda a kapuba. Ne úgy tűnik, hogy a hosszabbításban újabb győzelem. 120. percben szerezte ezt a győztes gólt Diame. És így pedig továbbítanunk ezt a United. Hát örüljünk, de igazából ez csak egy kupa meccs, szóval hát ja. Na nézzük, 6.7-es értékelés. Hát igen, támadóként nem csak az a dolgod, hogy gólt rúgjál, hanem az, hogy tartsd a labdát és helyzeteket alakíts ki. Meg jó döntéseket hozzál az utolsó pillanatokban. Problémáid vannak a passzolással. Olyan játékoshoz próbálj passzolni, aki nincs ember. Na, az EFL kupa jelenleg így néz ki. Szerencsésnek mondható a sorsolásunk, hogy nem például egy Manchester kaptunk, vagy ilyesmi. Na mindegy, de megyünk tovább, és... Hát srácok, majd a következő részben megyünk tovább. Ennyi volt a 7. rész, remélem, hogy tetszett. Szerintem egész jó volt ez a rész is, és tényleg látszódik, hogy azért egyre jobb lesz így a csapat, meg jobb lesz Hunter is. Aztán hát kíváncsi vagyok tényleg, ez a story mode most ez akkor meddig megy. Egy szezonos-e vagy több? Mert hogyha csak egy szezonos, akkor nem tudom, hogy mikor játszhatunk újra Liverpoolban. Na, hamarosan uratali, én Cera voltam. Ciao.